Sziasztok! A mai videóban a novemberi szerzeményeimet szeretném nektek bemutatni. Hogyha érdekel titeket, hogy mi kerültek hozzám ebben a hónapban, akkor tartsatok velem! Az első, amit bemutatnék, azok az Avontól kapott tesztelésre érkezett dolgok lennének. Kaptam egy ilyen Senseis Winter Dreamland tusfürdőt, aminek málnás almás illata van. És ráadásul az 500 ml-t küldték, amin én nagyon meglepődtem, mert azt hittem, hogy a kisebb kiszerelésű fogom kapni, de nem. És szuper illata van, már alig várom, hogy használatba vehessem. Érkezett még az Avontól egy Nutrafect micellás víz. Ez már sokadik a sorban, amit ki kell próbálnom. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és szeretnék majd írni egy ilyen összehasonlító micellás víz bejegyzést arról, hogy milyen micellás vizeket használtam ebben az időszakban, úgyhogy kíváncsi leszek erre is. Illetve érkezett még az Avontól kettő darab körömlak, mindegyik a Magic Effects kollekción belül a Cosmic kiadásból való. Az egyik az Aurora, ami egy gyönyörű rózsaszínű lak, vagy hát ilyen lilás rózsaszín, és holografikusan csillog. A másik pedig az Eclipse, ami hát szintén ugye holografikus, de ez egy sötétes színű lak. Tehát ezek érkeztek az Avontól. Voltam a DM-ben is, ahol beszereztem két Balea tusfürdőt. Az egyik ez a téli limitált kiadású Frozen Breeze tusfürdő, ami egy ibolyás málnás illatú. Néztem én a zöldes, vagy hát ilyen türkizes csomagolásút is, de annak nem tetszett annyira az illata. Ennek viszont nagyon-nagyon tetszik. Illetve hazajött még velem a hibiszkuszos nektarinos tusfürdő is, aminek szintén nagyon-nagyon jó illata van. Jó. Szintén a DM-ből landolt nálam egy lóbalzsam. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez egy ilyen hűsítő hatású balzsam, ami, hogyha fáj valamitek, vagy meghúzod, vagy akármi, akkor ez arra tökéletes. Úgyhogy ez is hazajött velem. Illetve láttam két videójában ezt a Zaftanzi Hair hát ilyen nedves törlőkendőt, amiben 60 lap van, úgyhogy ezt is azt gondoltam, hogy megveszem, mert kíváncsi voltam rá, hogy milyen lesz. Jó. Bár nem DM, de ott is lehet kapni. A Tesco-ból került hozzám a Pantene-nek ez az Intensive Repair balzsama. Erről szerintem már beszéltem nektek kedvences videóban, ez egy nagyon-nagyon jó balzsam, úgyhogy ajánlani tudom mindenkinek. Tényleg nagyon klassz, tök jó ilyen sejmes tapintású lesz tőle a hajatok, mint hogyha ilyen kis babahaj lenne, vagy nem is tudom, úgyhogy szuper. A La Roche-Posay-nál most olyan akció van az érzékenybőr.hu-n, hogyha 6000 forint fölött vásároltok, akkor 2000 forint így visszajár a vásárlásba, tehát annyival kevesebbet kell fizetni. Ezért én végre beszereztem a Hydrean Legere hidratáló krémet, ami hát ugye a kedvencem, és ez egy 40 ml-s kiszerelésű, és így került azt hiszem, hogy 2600 forintba talán. Úgyhogy ugye egy ezres vonult le belőle, mert hogy MSZ-vel közösen rendeltünk, és ő pedig rendelt egy cicaplaszt kézkrémet, mert még nálam van, és egy ilyen termálvízes sprét, és akkor ugye neki is lejött ebből egy ezres. Ő is nagyjából egyébként annyit fizetett, mint én. Szintén La Roche-Posay termék, ugyanez a krém, egy kicsi 15 ml-s kiszerelésben, ezt Anditól kaptam ajándékba, mert hogy neki nem kellett, és ugye nekem ez a kedvenc hidratálom. Úgyhogy mivel ez nem kellett neki, így nekem adta. Jó. A következő pár terméket azt a La Roche-Posay, illetve a Vichy adta együtt. Az egyik az érzékenybőr.hu-n található meg, a másik pedig az ideálisbőr.hu-n, de ezt majd linkelem lentre az infoboxba. És tőlük kaptam tesztelésre egy pár terméket. Köztük egy csomó-csomó-csomó mintát, illetve egy ilyen Tolerian hát lemosót és sminkeltávolítót, egy Lipikár Zindet tusfürdőt, ami
Igaz, hogy tusfürdő, de én arclemosónak használom. Nagyon hasonlít egyébként a Baby Love Ultra Sensitive Wash Lotionra, de majd írok róla tesztet, és akkor ott lehet, hogy össze is hasonlítom a kettőt. Kaptam egy ilyen kis pici Lift Active Serum mintát, kaptam egy ilyen Normaderm pórus összehúzó tonikot, ami tulajdonképpen ugye problémás bőrre van, nincs benne szappan meg parabén, viszont én ezt az orromra használom, mert hogy hát az a legproblémásabb része az arcomnak, úgyhogy ez arra való. Kaptam tőlük egy Visi ilyen micellás vizet, ez 100 ml-s kiszerelésű, illetve kaptam egy Visi Normaderm, szintén ilyen problémás bőrre való arclemosót, amit hát én nem tudok használni, mert ugye nekem végül csak az orrom problémás, emiatt az öcsémnek adtam, és hát ő fogja használni. Illetve került még hozzá egy Tangle Teaser, méghozzá a Salon Elite fajtából, és ez a kék rózsaszín színű, erről is majd fogok írni tesztet hamarosan, és ezt pedig az iparfümériáról tudjátok beszerezni, úgyhogy ott kell majd keresni, de természetesen ehhez is, mint minden máshoz, amihez van, linket fogok biztosítani. Illetve egy kicsit randomabb dolog, kaptam egy ilyen három darabos doboz szettet Ádámtól ajándékba, amin szarvasok vannak, és én már nagyon régóta szerettem volna ilyet, úgyhogy tök örülök neki, úgyhogy hát ez került még hozzám ebben a hónapban, még ha nem is annyira beauty téma. Ezek lettek volna az én szerzeményeim, zsákmányaim most novemberben. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogyha így volt, akkor lájkoljátok, írjátok le kommentbe, hogy ezek közül ti mit használtok, illetve hogy mit szerettek és mit nem, és hogy a másik Balea limitált kollekciós, tehát a türkisz színű tusfürdő nektek tetszette vagy sem. Na, hát ennyit szerettem volna, köszönjük, hogy velem tartottatok. Sziasztok!